Január 15-ével megkezdődött a 2023-as év rendezvény sorozata. Akkor zajlott le a Doni hősökről való megemlékezés a református nagytemplomban. Január 15-ével megkezdődött a 23-as év rendezvénysorozata. Január 15-én zajlott le a Doni hősökről való megemlékezésünk a református nagytemplomban, illetve múlt héten, január 19-ével nyitottuk meg a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvénysorozatunkat. 19-én Bocskai Vince erdélyi szobrászművész kiállításának a megnyitója zajlott, 20-án a Városháza dísztermében volt az ünnepi köszöntője a díjazottaknak, illetve 22-én a Magyar Kultúra Napján egy színházi előadásra vártuk az érdeklődőket, az Ördög című előadás, színházi előadást tekinthették meg. Vannak folyamatban lévő kiírt pályázatok is. Februárt a pályázatok hónapjának is nevezhetjük. Február 9-éig kell beérkezni a házi kertisztasító versenyre jelentkezőknek a nevezési lapjai, és február 11-én fog sor kerülni a zsűrizésére, amelynek eredményhirdetése egyébként majd a kolbászízesítő verseny napján fog megtörténni. Van egy közös pályázatunk a Karcagi Kutatóintézettel, hiszen 75 éves a kutatóintézet, és eznek keretén belül pályázat van hirdetve általános iskolai, középiskolai, illetve óvodások számára is. Ennek a pályázatnak a beadási határideje most módosult, február 17-éig várjuk a beérkezett pályaműveket, illetve február 25-én fog sor kerülni a kolbászízesítő versenyünkre, amelyre várjuk a jelentkezőket. A meglepetés vendéget már el is árulták a közösségi oldalukon. Meghirdetésre került, hogy a délután folyamán a 3+2 együttes fog fellépni, a program többi részéről pedig majd később fogunk tájékoztatást adni, illetve annyival szeretném még kiegészíteni, hogy február 17-én fog sor kerülni a Pálinka verseny zsűrizésére, amelynek nevezési lapja már a honlapunkon megtalálható, tehát várjuk oda is a jelentkezőket sok szeretettel. Idén nem a Dériné előtt lesz a kolbász ízesítő verseny, hanem a Városháza előtt. Most a helyszín változni fog. A szerencsésebb, vagy lebonyolítás érdekében azt gondoltuk, hogy a Városháza előtti nagy tér szerencsésebb lesz a rendezvény megrendezéséhez. Készül az intézmény rendezvénynaptára. Sok-sok olyan programmal, amire majd várják a lakosokat. Márciusban is szeretnénk nagyon sok programot kínálni a város lakosságának. Szeretnénk egy nőköszöntő nótaműsort megvalósítani. Lesz a általános iskolás felső tagozatos tanulók részére az Olvastad már prózamondó versenyünk. Február végén, március 15-én természetesen meg fogunk emlékezni a nemzeti ünnepünkről. Huszár találkozó szervezését bonyolítjuk közben, tehát nagyon sok színes programmal várjuk majd tavasszal is az érdeklődőket. A programok mellett a szakkörök is működnek a házban. A szakköreink folyamatosan működnek itt az intézményben. Nagyon örülünk annak, hogy ősszel sikerült, 2022 őszén sikerült újraindítani a néptánc szakköröket, és nagyon szép számban voltak jelentkezők, és járnak azóta is rendszeresen a próbákra, és nagyon szeretnénk most február 25-én bemutatni a nagy pántlika csoportunkat a kolbászízesítő versenyen. Őket már országosan is ismerik, de lesznek olyanok, akik most kezdtek. Ők a Birkafűző Fesztiválon mutatkozhatnak be. A kis csoportunk, a toporgó csoportunk is újraindult. Ők már tavaly december 10-én az adventi játszóházunk alkalmával egy betlehemi műsor keretén belül a kopogókkal együtt árendás csoporttal együtt be tudtak mutatkozni, és természetesen ők is készülnek a Birkafőző Fesztiválon, és meg fogják mutatni, hogy egész évben mit is tanultak.